Egyébként nézzétek meg, hogy mennyire királyú lehet Bunny hobbolni. Készüljetek a Frag Movie-ra! Nos, üdvözlök mindenkit, én Wasabi 202 vagyok, és ez itt egy 9 centes játék. Emiatt persze túl sokat sem várok tőle, de igazából a legutóbbi, az a zombis játék volt, azt hiszem, ami hasonló árfekvésben volt, az talán 14 centbe került, és azzal elég jól szórakoztam, úgyhogy szerintem ennek is adok egy esélyt. Úgyhogy lássuk is, hogy pontosan hogy működik, létre kell hozni egy karaktert, és választhatunk is. Gyerekek, ennyi mindent 9 centért. Egyébként maga a játék nem 9 cent, hanem 2 euró, de most le van árazva, úgyhogy ennyiért megvásárolható. Én nem tudom, hogy melyikkel legyek, nekem ez jó lesz. Bírom becsületes nevemet, Wasabi, és oké. Okay. Kész is a karakterünk. Play, Enter World. És itt vagyunk. Egy széna tetején, tehát ilyen széna bogja tetején. Gyerekek, ennyi volt a töltési idő. Mi történt? De nem is értem. Lesétáltam arról a szénáról, és meghaltam. Ne kérdezzétek, nem tudom. Mindegy. Ez elvileg egy ilyen kis lootolgató, zombis, túlélős játék, úgyhogy gondolom ilyen lootokat kell találni a házakban. Általában így szokott menni ezekben a játékokban. Ott van valami. Ó, egy sniper! Ez gondolom jónak számít. Lehet craftolni is, azt majd szerintem kicsit később, mert nem hiszem, hogy... Itt van valami. Hello? What? Nem tiz... Mi történik? Láttátok? 12 darab töltényem van a tárban, és két lövéssel kilőttem az egészet. Tehát nézzük meg, mennyit fogyaszt. Most 12 van benne. Most 7. Miért használ el 5 töltényt egy kattintás? És miért nem sebzi a zombit egyébként? Gyerekek, most meg 7-et. Miért változik a száma? What? Én nem tudom. Valamit nagyon rossz ezekkel a fegyverekkel. Ez a fegyver, mint a nem kezelni jó. Oké, nem baj, van sniperünk, az biztos jó lesz. Hol vagy? Oké, van 10 töltényük benne. Ki... A sniper egyszerre kilőtt 6 golyót, és nem sebezte a zombit. Nem tudom. És most meg 4-et, és nem tudom, gyerekek, nem tudom, mi van ezekkel a fegyverekkel. Valami közelharci kéne. Itt egy balta, oké. A közelharcik nem használnak töltényt, azt nem lehet elrontani. Azt nem lehet elrontani, még egy ilyen játékban sem. Ó, ezt elég szépen lecsaptuk. Úgy nézett ki, mint a random kritelt nem volna a TF2-ben, de nem hiszem, hogy ilyen rendszer itt létezik. Úgy látom, egy csapás a zombi a baltával, úgyhogy szerintem elég jó barátok leszünk ezzel a közelharci fegyverrel. Hidelem magam, és már jön is a következő zombi. Nagyon izgalmas játék egyébként, tök jó. Oké, gyerekek, én kicsit megijedtem, de nem baj, urai vagyunk a helyzetnek. Hadd pakolászok már az inventorimban! Kb. 5 zombit megüldünk most itt egy helyben. Nyugi van most? Oké. Akkor... Ez egy vicc. Körülnéztem, nem volt ott senki, és amint elővettem az inventorimat, rögtön ott volt valaki. Ez valami, ez nem... ez nem fair. Az mi? Fa. Tehát nem kell fát vágnom, hanem most spavnod le egy. Tehát hogy nem kell fát vágnom, hanem csak ilyen random rendezett kupozokban találok. Tehát mindegy, nekem jó így azért. Hello? Ja, igen, a fegyverek nem... Oké. Nem működik itt semmi, gyerekek. Ott egy széna bogja. Legutóbb, mikor leestünk egyről, meghaltunk. Úgyhogy próbáljuk, hogy megint így lesz-e. Tehát hogy nem tudok erre magyarázatot adni. Felugrok egyre. Nem lehet felugrani rá. Oké. És akkor leesek innen, és akkor... Nem. Itt egy backpack. Ez az enyém. Igen. Itt haltam meg a... Erről estem csak konkrétan. Ez a gyilkos széna bogja. Megint megtörtént! Megint megtörtént. Ugyanarról a széna bogjáról leestem is, és meghaltam a semmitől. Ó, beszpannoltam a... Egy kocsi. És lehet? Lehet? Használni? Ó! Oh. És működik, gyerekek is, és ez is bagos lesz, vagy... Mi ez a sebesség egyébként? Gondolom be fog gyorsulni majd, nem? Ennél kicsit gyorsabb lesz, ugye? Mi ez az árnyék? Csak a pisztolyomnak van árnyéka, de... Hát nem tudom, kb. Gyorsabban futok, mint amennyivel ez a kocsi megy.
De nem, legalább közül tudok lőni, ami igazából nem számít, mert úgyse érzik meg. Kéne találni fát, hogy ugye tudjam ütni a zombikat, mert igazából ezt el is dobhatom, erre nincs szükség. Oké, töltény se. Hallod? Nem gázos ez a játék. Eddig. Oké, ha találjak fá... Mi ez? Hallod? Ez nem egy sima zombi. Oké, föl. Ez a létre megment engem, nem lehet fölmászni a léptet. Mi ez? Ez valami fekete cucc. Többféle zombi van? Ha igen, akkor az valami boss volt, vagy valami szuper zombi, de a lényeg, hogy gyorsabb volt, mint a többi, és erősebb, meg minden, úgyhogy nem igazán tudtam vele mit kezdeni. Akkor mielőtt belépek abba a városba, szeretnék fát találni, mert azért kéne valahogy harcolni a zombik ellen, hogyha ez már nem működik, úgyhogy dobom is el igazából. Oké. Tehát eldobtam a felesleges dolgokat, sziasztok, és... A pisztoly hogy néz ki? Egy doboz? Gyerekek, nagyon furcsa minden ebben a játékban, ott van fa, remek, oké. Bejöttünk Fire, úgyhogy le is rakom ide. Mind az elsődleges fegyveremként, egymáson van két darab fa. És egyszerre fel is vettem, nagyon jó gyerekek, nagyon jó az a játék eddig. A fű átnő a tehát minden csak fokozódik. Van egy rakás fám, megtaláltam. Bandage-et, az mondjuk jó, az nagyon jól fog jönni. Meg vizet, és valami jön egyébként. Azt megijedtem! Mi, hogy már meg? Nagyon lesebzett gyerekek. Azért ez nem így működik. Nem tudom, hogy abból a fekete zombiból egy van, vagy minden városban van egy, de azért remélem, hogy nem igazán fogok találkozni vele. Én éppen fel szerettem volna mászni, te... Oké. Nem vagyok, akkor nem megyek föl, körülnézek, és... Ez mi? Sült krumpli! Wow, jó. Találtam vizet, meg sült krumplit, úgyhogy eddig nagyon jól állunk. Mennyi zombi? Nem tudom, mi le... Annyira könnyen meghalok. Annyira nagyon könnyen. Ahogy nézem a listát, tudok majd házat csinálni. Tehát, hogy ahhoz nagyon sok fát kell találni. Tehát például egy alapzat elkészítése egy darab alapzat, tehát abban még többre lesz szükség, de egy darab az 10 fa. És nem tudom ezeket mind... körbe vagyok véve egyébként fával, tehát nagyon sok van, de ezeket nem tudom kivágni, mert nem így működik a rendszer. Hanem találnom kell a földön is, abból viszont nincs sok... És itt a fekete zombi. Megtalálta a fekete zombi. Nem is vagyok városban. Ez... Szerintem bárhol respawnolok, rögtön elkezd futni felém. Bárhol van az egész pályán. Most például valahonnan fut felém, és ez igazából elég ijesztő gondolat, hogy valahol egy fekete zombi fut felém. Amit biztos, hogy nem tudok megölni. Tehát, hogy ez azért egy kis nyomást helyez az emberre. Tehát kicsit sietni kéne itt a dolgokkal. Egyébként nem tudom, hogy tudnám megvédeni magam, mert... Hát mondom, a fegyverek nem igazán működnek ebben a játékban. Nagyon nehezen öltük meg egyébként. A fűre mindig azt hiszem, hogy valami, de egyébként fű az miért lóg át a padlón? Tehát, hogy ennek nem így kéne lennie. Megütöttem egy zombit és elrepültem, de mindegy nem számít, úgyis meghalunk, mert meg tudom ölni? Esetleg meg tudom ölni? Én nem is gondoltam erre, hogy hátrafúrdék is lecsapjam. Annyira azért nem volt erős, kis néger emberecske. Aki nem jön senki. Nem lehet kilútolni? Vagy jó kis lútot egyébként adhatna, hogyha már ennyire terrorizál. Mindegy, hogy csak egy van egy pályán, akkor hát én ezt megöltem, de igazából annyira erős nem volt, tehát szerintem azért több van belőle, fel is hílelem magam. És mehetünk is tovább. Találtam egy macsetét, és ez minden játékban jó fegyver. Nézzétek meg! Ugyanolyan jó, mint a balta. Igazából nem tudom, hogy a balta az miért ugyanolyan erős, mint egy macsete, de nem baj. Mind a kettővel egy darab gomnyomással meg tudom ölni a zombikat. Talán még a feketét is egy párral, úgyhogy nincsen probléma. Most már nem kell félni a fekete zombitól. Nem is tudnak egyébként annyit belém sebezni, úgyhogy kezd egy kicsit helyreállni itt a rendszer. megint itt vagyunk a gyilkos szénabálánál. Ott egy mesterlövész puska, de ez igazából engem nem érdekel, mert... Mi ez? Oké, megijesztett egy kicsit, de nem baj. Most már nem veszem fel a fegyvereket, tanultam a hibámból. Ebben a játékban azok nem működnek. A lőfegyverek valahogy nem jók. Igazából nem tudom, hogy mennyire van még béta státuszban ez a játék, tehát hogy mennyire van még fejlesztés alatt, de... Hát egyelőre elég gyenge, tehát hogy inkább úgy mondanám, nagyon gyenge. A fegyverek nem működnek, minden elég furcsán üzemel, és igazából nincs benne semmit csinálni. Tehát most építsek egy házat, és akkor az nekem most miért lesz annyira jó?
Megöltem két zombit egy ütéssel, tehát hogy mindegy. A játék, hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, igazából a 2 eurós árért nem várunk túl sokat, de azért ennél kicsit többet. Úgyhogy ezt a játékot egyelőre nem igazán ajánlanám. 9 centérékén megéri, tehát hogy kicsit játszol vele, aztán ennyi van plusz egy játékot, de egyébként maga a játék az nem valami, valami nem igazán jó igazából. Úgyhogy én szerintem meg is ölöm magam a... Van egy zombi ebben a bálában? Vagy miért sebződtem ott? Mindegy, én nem értem, nincs több kérdésem, úgyhogy mindegy. Remélem tetszett a videó, sziasztok! Ha nem baj, akkor én leesem kézlek. Jobb ötete nincsen. Oké, meg is volt. Szevasz! Az ott nem jött össze. Szépen leitomináltuk azt a snipert, meg ezt is mindjárt. Nem belopták, nem baj. Lényeg, hogy megölt.